start vegyesen indul a mezőny, tehát a Szalai János emlékverseny, a szezon első két éves futama rögtön egy kiemelt, és Gomez de Bokó, aki a legkorábban teljesített a szintidőt, még májusban ő az, aki már az autó mögött nagyon erős volt, és elmegy vezetni méghozzá Gucci társaságában, Nagy Ferenc kettővel, tehát ő az, aki remekül tudott indulni. Ginever van közeli harmadik helyen a vezető Gomez de Bokó istáló társa, majd a nagy favorit Ginevra következik, és egyelőre Glitter Lady az, aki meglehetősen óvatosan tudott csak elkezdeni. Hiba nélkül fut, de egy jó 20-30 méteres a hátránya egyelőre Glitter Lady-nek a többiekkel szemben. Akkor, amikor a mezői megtette most már lassaskán az első 500 600 méter, szerencsére hiba nélkül, a szalainak az öt indulója, Gomez de Bokó pedig őrzi ez egyre minimálisabbnak tűnő előnyét, hiszen az első négy helyzet most már néhány hosszon belül egymáshoz képest. Egy, egy ló van kiszakadva, nagyjából egy 20 méterrel elő Glitter Lady, a többiek valóban teljesen együtt haladnak. Gomez de Bokó az, aki vezet, mellette pedig folyamatosan gucci láthatjuk, ahogy presszionálja, és Ginoverről is az látszik, hogy nagyon friss sem mozog, föl fogják őt oda tolni Gucci hajtójának a hátára, minden bizonyal Zinevra pedig tudja tartani ezt a negyedik pozícióját folyamatosan. Akkor, amikor az istáló egyenesre érkezik a mezőny, mint hogyha Gomez Boko egy picikét rátenne egy lapáttal, de hát ugyanez gucci is elmondható, úgyhogy egy olyan félhosszas hátrányból tudja követni a vezető lovat, aztán Ginever, a következő lovunk majd pedig Ginevra, aki a negyedik pozícióban versenyez, ami Glitter lady illeti egyre nagyobb a hátránya a többiekkel szembe. Érkeznek lassan az utolsó kanyarra, Gómez de Boko Horváth Zoltánnal magabiztosan vezet, Ámbátor Gucci azért folyamatosan nyomasztja, és bent a falon Zinevra is elindít egy támadást. Egyelőre egészen szép küzdelem, folyamatosan a startó kezdve elő van Gomez de Bokó, de Gucci nem tágít mellőle, egészen szorosan tapad de és úgy tűnik, hogy fazekassal talán Zsinevrában is lehet még egy komolyabb hajrá, próbálkozik, és ott van most már az egészen közeli harmadik helyen, Ginever visszacsúszott negyediknek az utolsó, 200-ra, még mindig Gomez de Bokó fordul elsőként, Gucci-val Nagy Ferenc 2 megindített támadást, kívül pedig fazekas elindítja Ginevrát. hárma szinte teljesen együtt, egészen látványos a szezon első csikó versenye, középen Gucci kívül pedig jön Ginevra, Zsinevra kívül talán most már elő van, és pont a célban Zsinevra megnyeri az idei szalait. Ginevra, Gucci, Gomez de Bocó lesz majd a befutási sorrend, negyedik lesz végül Ginever, és messzi ötödikén Glitter Lady él majd célba.